Egy hosszabb nyári szünet után megújult formában tér vissza a Romaként Podcast a Ringier kiadó stúdiójából. Októbertől a Glamour magazin támogatásával működik a műsor, ami biztosítja, hogy izgalmas interjúkat és sokrétű tematikus adásokat hozzunk nektek. Kövessétek figyelemmel a Romaként új szezonját, és köszönjük a Glamour támogatását, és persze ne felejtsetek el feliratkozni. Két dolog, amitől általában szorongolnak az emberek, az a szabadságnak a hiánya és a biztonságnak a hiánya. És az embereknek a legnagyobb többsége a biztonság hiányától szorong jobban. Az emberben van egy kitörési vágy, kitörni a keretek közül. Most ugye identitásról beszélünk, hogyha a te saját identitásod az abban merül ki, hogy ennyire vagy csak cigány, akkor legyél annyira cigány, hogyha ennyire vagy cigány, egyébként se ennek nincs értelme. Sziasztok! A Romaként Podcast új adásában egy olyan vendéget köszönhetünk, akit régóta szerettünk volna behívni. Olá Norbert festőművész munkásságának egy jelentős korszaka a 8. kerülethez volt köthető, jelenleg pedig egy korszakváltáson megy keresztül, amelynek első állomása egy máltai kiköltözés volt. Az Off Biennáléra írt a Cigányművész szorongása című beszéde mai napig beszélgetés tárgyát képezi. Többek között ezekről is szó lesz ebben az epizódban. Szia Norbi, örülök, hogy bejöttél hozzánk. Szervusz, köszönöm. Köszönöm a meghívást. Mitől szoktál szorongani? Rögtön bele a közepébe. Úgy van. A társadalmunk nagyjából úgy, mindenki szorong. És a társadalmunk nagyjából úgy épül fel, hogy a két dolog, amitől általában szoronganak az emberek, az a szabadságnak a hiánya, és a biztonságnak a hiánya. És az embereknek a legnagyobb többsége a biztonság hiányától szorong jobban. A szüleink is úgy tanítanak minket általában, hogy inkább legyünk biztonságban, mint hogy legyünk szabadok. Vannak emberek, akik ezt vagy azt viselik el jobban. Az emberek nagy többsége a szabadság hiányától szorong ugyan, de el tudja viselni. Viszont a biztonság hiánya az felőrli. És vagyunk néhányan, akik a biztonság hiányát el tudjuk viselni, olyan, mint egy ilyen kötéltánc, még némi izgalmat is jelent, de a szabadság hiányától azt hiszem én valami olyasmit érzek, hogy így elkezd a gombóc nőni, egy nagyon rossz gombóc elkezd nőni a szervezetemben. Neked a biztonság és a szabadság az két egymás kizáró dolog? A világunk épül most úgy fel, a társadalmunk, meg a gazdaság, vagy egyáltalán az a környezet, amiben élünk, hogy ez egy egytengelyre van felfűzve. Nyilván ez nem egy természeti törvény, hanem ezt a világot kaptuk. Talán annyit lehet hozzátenni, hogy a szabadság hiányát már megszokták nagyjából az emberek, most megszokják egy kicsit, még emellé a biztonságjegy. Szóval se biztonság, se szabadság. Viszont nem te ez. Nem csak mint ember szorongsz, hanem mint cigányművész is, vagy roma művész is. Neked erről volt egy nagyhatású beszédet az Off Biennálén, a Cigányművész szorongása címmel, egyébként ez elolvasható az interneten. Mitől szorong egy olyan cigányművész, mint amilyen te vagy? Ugye ez az Off Biennálén volt bemutatva, ahogy mondod, ehhez kapcsolódott egy... Szóval a mű alapja ez egy installáció volt, egy téglafal, amit a régi Roma Parlamentnek a Tavaszmező utcai már akkor rég bezárt épülete előtt építettem fel. Ez beszavak voltak belevésve a téglákba. Ez egy hatalomkritika, társadalomkritika, és egy ilyen elméleti megközelítés is volt egyben, hogy dekonstruáljunk egy fogalmat, ezt a bizonyos cigányművész fogalmat. Ehhez tartozott egy manifestum, ami, ahogy mondod, elolvasható a neten egy Google keresés után, illetve tartozott még hozzá a Független Színházzal közösen megrendezett Békamesék című performance.
A szorongásnak a tárgya az az, hogy, hogy hát a probléma, nevezzük inkább így, hogy a probléma tárgya az, hogy, hogy egyébként is művészként az ember csomó olyan helyzettel találkozik, amilyen skatujákat jelent, és cigány emberként is egyébként az ember nagyon sokszor olyan helyzetekkel találkozik, ami skatujákat jelent, és hogyha ez a kettő együtt jár, akkor mindenféle ilyen helyzet alakul ki. Nem csak én foglalkoztam ezzel, hanem korábban előttem lévő művészek is, nem tudom, a Szosztár csoport, vagy a Péli Tamás is már ezzel foglalkozott. De Nyugat-Európában is a különböző deprimált csoportokhoz tartozó művészek, vagy a tengeren túlon, például a feketék, vagy a, nem tudom, az LMBTQ közösség is nagyon sokat foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy ehhez hasonlóan, hogy mit jelent mondjuk cigányművésznek lenni, vagy ilyen, vagy amolyan művésznek lenni, és nagyjából a kérdések ott vetődnek fel, mondjuk, hogyha fókuszálunk erre a cigányművész problémára, hogy eleve mit jelent ez a dolog, hogy most a témádban is megfogalmazod a cigányokat érintő kérdéseket, vagy csak a származásod okán és a művészléted okán vagy te cigány művész, és hogy egyébként ebből a helyzetből adódik-e az, hogy neked így vagy úgy vagy amúgy kell a művészethez vagy a társadalomhoz hozzáállni. Eleve ezt ismerik mindannyian ezt a problémát, nem csak művészként, hanem eleve értelmiségiként, miután Magyarországon a társadalmi rétegződés nagyon etnicizált, és a roma léthez az underclass-t, vagy még inkább a mély szegénységet társítjuk, vagy társítja a társadalom. Ezért mindjárt következik egy ilyen értelmiségi, vagy egy művész pozícióból az, hogy te legyél-e aktivista, vagy ne legyél aktivista, foglalkozz-e politikával, ne foglalkozz. Szóval nem akarom most az egész szöveget Igen, persze. elmondani, Persze, de... de hogy itt érdekes témákat feszegetsz, mert ugye az, hogy te egy roma művész vagy, ez egy kijelentés. Roma vagy, művész vagy, roma művész. De viszont arról is lehet szó, hogy roma művészet. Tehát ugye ebben az írásban írtál, vagy idézted Csolida Rócit is, aki pont arról ír, hogy cigány művészetről legalább olyan megalapozott beszélni, mint német alföldi festészetről, amiben nekem van egy ilyen, tehát hogy a németalföldi festészet az egy ilyen stílus, vagy egy mozgalom, vagy lehetne ennek mondani, de az, hogy cigány művész, azt meg nem. Te ehhez hogyan viszonyulsz? Most én nagyon nem akarok így a mélyen belemenni az ilyen Abban nem művészettörténeti is kell. alapokba, de nem biztos, hogy a német alföldi festészetet hasonlítanám én a nem tudom én a roma művész szerephez. Én értem a Csolinak az álláspontját, meg vannak művész kollégák, akik kifejezetten felvállalják magukat roma művészként. A művészi szabadságban minden belefér. Szóval nem lehet olyat állítani, hogy nincs ilyen, vagy van ilyen, vagy ilyennek kell lenni, vagy olyannak kell lenni. Egész egyszerűen arról van szó, hogy az emberben van egy kitörési vágy. Kitörni a keretek közül. És én eddigi rövid pályám során nagyon sokszor találkoztam olyan helyzetekkel, amikor cigány emberek és nem cigány emberek ajánlatot tesznek arra, hogy hogyan kell lenned neked jó cigánynak. És ugyanígy művészek is és nem művészek is ajánlatot tesznek neked arra, hogy hogyan legyél jó művész. És nem hiszek abban, hogy ennek vannak fokmérői vagy szintjei, hogy neked mennyire kell cigánynak lenni, vagy mennyire kell művésznek lenni, és hogy milyen értelemben legyél te cigány, és milyen értelemben legyél te művész, vagy akármi. Hogyha a te saját, most ugye identitásról beszélünk, hogyha a te saját identitásod az,
az abban merül ki, hogy ennyire vagy csak cigány, akkor legyél annyira cigány, hogyha ennyire vagy cigány, egyébként se ennek nincs értelme. Itt kezdődik a probléma. Szóval, hogy egy bármilyen származású embernek lehet bármilyen festészete mondjuk, vagy bármilyen témával foglalkozhat. Onnan is eredt a probléma, hogy nekem ez egy ilyen küzdelem volt, egy ilyen folyamatos ellenállás. Én egész idáig nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel egy az egyben, a bármilyen cigány vonatkozású, vagy roma vonatkozású kérdéssel a művészeti praxisban. Mert volt bennem egy ellenállás. Pontosan is ezért, mert féltem a skatujáktól, pontosan is azért, mert egy nyomást éreztem arra, valahonnan mindig érkezett valami olyan erősebb vagy gyengébb nyomás, hogy hát én nekem felelősségem van a társadalomban. És egyébként ezt gondolom belülről, hogy én nekem felelősségem van a társadalomban, és felelősségünk van, de amikor ezt főleg egy fiatal művészre, vagy egy fiatal egyetemistára ezt ilyen batyuként ráteszik, rápakolják, hogy neked barátom legyél aktivista, és így meg úgy kéne ezt meg azt csinálnod, akkor az szerintem egyébként természetes, hogy egy fiatal emberből az inkább ellenállást vált ki. Csak annyi a különbség, hogy most arra elérkeztem oda, hogy az ellenállásba tett energia az fordítható arra is, hogy megértsük, meg analízis alá vegyük a helyzetet, meg talán a személyiségem is változott annyiban, vagy fejlődött annyiban, hogy ez a hogy a dolgoknak, meg a helyzeteknek, a szituációknak a mély elemzése érdekel, mert hiszen minden érdekes, ami így velünk történik. Szólt erről az off-biennális performanszodról. Neked nemrég volt a Bura Károly Galériában egy kiállításod a 3000 számozott darab kapcsán, vagy azzal kapcsolatban, illetve most a Ludwig, és amikor éppen ezt a felvételt készítjük, akkor a Ludwigba készül össze egy kiállítással, és mind a háromnál van egy ilyen falmotívum, ami megjelenik, és te foglalkozol konceptuális tégla szavakkal. Tudnál nekem erről mesélni, hogy ez honnan jött számodra, miért vonz téged ennyire ez a falas téglás téma? Több gyökere is van ennek, egyfelől én 2017 és 22 között nekem volt egy periódusom, amikor a 8. kerülettel foglalkoztam, és az egyik dolog, ami legjobban érdekelt, ezek a tűzfalak. Az óriási téglafalak, mikor lebontottak egy épületet, és ott feltárult a szomszédos épületeknek az addig nem látott részei. És ott ugye ezek a tégla motivumok már megjelentek. 2018-ban volt a Kahan Art Space-ben egy kiállításom, ahol egyébként már egy ilyen kis tégla, ilyen 10 darab kis téglából álló installációt csináltam. Ez úgy néz ki, hogy bele vannak vésve a téglába szavak. És egyfelől ez voltam az egyik gyökere, másfelől pedig úgy maga a tégla, az mindjárt hozza magával ezt az építkezést, meg ezt a munkásosztálybeliséget, amit én nagyon-nagyon fontosnak érzek, hogy megtartsam magamban. Azt hiszem, hogy ez a... Ha így valamit kéne mondani, hogy honnan származom én, akkor azt mondanám, hogy a munkásosztályból. És egyébként ebben benne van az, hogy persze vidéki, meg Észak-Magyarország, meg Nógrád megye, meg egy roma család, meg csomó mindent el lehet mondani, de azt hiszem, hogy ez a legfontosabb impulzus nekem így családilag. És aztán, mikor elérkezett az Off-Biennálére való felkérés, hogy foglalkozzak ezzel a témával, eladdig nem foglalkoztam vele, akkor úgy gondoltam, hogy
már ennek a felkérésnek a kritikáját is megfogalmazom ebben a szövegben, és nagyon jó volt együtt dolgozni azzal a csapattal, az OBNL-nek a csapatával, mert tök jól értették egyébként, hogy ez maga ennek a helyzetnek is a kritikája, és akkor elkezdtem használni tovább ezt a tégla motivumot, vagy hát továbbfejleszteni. Amikor megírtam a cigányművész szorongását, ezt a manifestumot, megcsináltam ezt a kiállítást, akkor azt mondtam, hogy oké, én elvégeztem ezt a munkát, köszönöm szépen. Ebből többet nem kérsz. Valaki kérdez, akkor engem most már hagyjatok békén, ez valaki kérdez, ott a házi feladat, el kell olvasni, ingyen hozzáférhető, ez a véleményem. Na de aztán elmentem egy évre Máltára, ott voltam. Erről meg lesz is szó később. Ilyen kicsivel volt, kicsivel több mint egy évet voltam ott, és év elején kaptam egy felkérést a 3000 számozott darab című filmnek a forgalmazóitól, amit egyébként a nagyon jó barátaim játsszák benne a főszerepet, egy zseniális film alkotás, szerintem a magyar filmtörténetnek egy nagyon érdekes sarokpontja. Mindenkinek nagyon tudjuk egyébként ajánlani a vetítések utáni beszélgetéseket a Fedor Kóboglerka, a Roma Verzitász ügyvezető igazgatója vezette egyébként, bocsánat. Igen, és nagyon érdekes viták voltak a filmmel kapcsolatban, és hát egy nagyon inspiratív környezetet teremtett, mert megkértek, hogy ott is foglalkoznak a cigány művész problémájával, ezzel a tokenizálás kérdéssel, ugye arról szól, hogy a most minden spoiler nélkül, hogy van egy színtársulat, akik romákból állnak, és ott Nyugat-Európába, Berlinben, itt-ott fellépnek, és egyébként amúgy a liberális közegben milyen ilyen beskatujázó helyzetekkel találkoznak. A film készítői meg a forgalmazói ismerték ezt a munkámat, és megkértek, hogy egy installációt csináljak a díszbemutatóra. Aztán persze ment a lamentálás, hogy most ide építsünk-e falat, vagy nem. Egyrészt kisebb részt a technikai problémákra hivatkoztam, hogy ne, nagyobb részt meg a performance elméletre, hogy az egyszer és akkor is ott történt meg, és nem lenne értelme megismételni. Tehát, hogy a másodjára megcsinálod, akkor az már nem olyan erős meghatásos, mint amikor elsőre volt. És nem az. Igen. És nem az. És nem az, mert hogy annak az aurája az most itt a Walter Benjamin értelemben vett aura, hogy valaminek a másolata nem hordozza az eredetinek az élményét. De mégis a 3000 számozott darab kapcsán visszatértél a fal motivumhoz. Mert azt mondtam, hogy megcsinálom a parafrázisát ennek. És hát ez egy 10 bemutató, egy premier, és én láttam már ilyet a tévében, hogy néz ki, hogy jönnek-mennek a sztárok, és fotózkodnak, és mit tudom én. És azt mondtam, hogy legyen ez a fotófal. És úgy is festettem meg, egy ilyen 3,5 méterszer 2 méteres 20 darab kisebb vászomból állt. Téglafal motivum van rajta, színes, ilyen lilás színek dominálnak benne, és szavak vannak beleírva a téglákba szintén, és ilyen grafikai jellegűre csináltam meg, hogy fotófalként lehessen használni, és amikor jönnek az emberek, egyébként önmagában egy performance volt, hogy ott van egy óriási festményem, én végig röhögtem, hogy nem úgy, mint a kiállításon a galériában, hogy így gondolkodnak, és így vakargatják az állukat, és igen, a művész úr megint mit festett meg, nem tudom, hogy mit szoktak csinálni ilyenkor az emberek, hanem természetszerűleg háttal állnak egy műtárgynak. Igen. És úgy fotózkodnak, aztán ez kimegy a fotó, és akkor ott van az emberek mögött így a sajtóban az üzenet. Így a szolidaritás, szabad. Cigány, világ, stb. Igen, igen, és ez nagyon jó lehetőségnek találtam ezt a helyzetet,
Aztán megszületett ez a festmény a díszbemutatóra, és akkor utána gondoltam, jó, azért jó lenne, hogyha egy kiállítás lenne belőle. A Bura Károly galériában pont volt hely, és rögtön így kiegészítettem néhány hasonló művel. Például volt egy téglafal, amiben üresen voltak a téglák, és a közönség meg az oda betérő emberek irkálták bele a saját gondolataikat. És tulajdonképpen a film az egy ilyen katalizátorként hatott rám, hogy tovább folytassam ezt a téglav motivumos konceptuális vonalat. És akkor megérkezünk a Ludwig Múzeumos kiállításhoz, ahol megint előkerül ez a motivum. Igen. Aztán ez jól sikerült ez a kiállítás. A Bura Károly galériában tartozott ehhez is egy performance. Egyébként szétosztottam szervezetek, roma szervezetek között a képnek az egyes darabjait. Aztán ezután kaptam egy felkérést a Ludwig Múzeumban, hogy érdekli őket ez a dolog, és lesz egy kiállítás, vagy hát most már, amikor lemegy a felvétel, már van a Ludwig Múzeumban egy kiállítás, aminek a témája a gondoskodás, és ez a téglás projekt jól beleillene ebbe a koncepcióba. Én nagyon örülök ennek a felkérésnek, mert egy igazán egy lehet fiatal művésznek az egy jó lehetőség, hogy ilyen helyen kiállíthat, de azt mondtam, hogy ezt a munkát ezt nem szeretném kiállítani, mert egyfelől nem roma témával akarok oda menni, hanem ezt egy roma galériában csináltam, roma szervezeteket hívtam el, nyilván nyitott volt mindenkinek, de hogy ez nagyon egy ilyen, volt ebben egy ilyen erős ilyen belső kommunikáció, magunkhoz szóltam ezzel a kiállítással, és őszintén szólva annak nagyon értelmét nem látom, hogy elit közegbe elmenjünk érzékenyíteni. És a másik meg az, hogy lett egy csomó új ötletem ezzel a téglás motivummal kapcsolatba, és a mű, ami most éppen még készül, de a felvétel vagy a műsor idejére már ki lesz állítva, ez pedig a művészet intézményes rendszerével foglalkozik, hogy hol helyezkedik el ebben egy művész, megint csak itt egy ilyen falmotívum fog megjelenni, megint így az ilyen szorongásos helyzetekből indítunk, a művészet szorongásos rendszere, most így ez a munka címe ennek a projektnek, és ott egy általánosan a művésznek a helyzetéről van szó. Most egy röviden egy gondolat, hogy ugye van mindenféle intézmény a művészethez kapcsolódóan, múzeum, akadémia, egyetem, galéria, kiállítótér, művészeti díjak, meg sajtó, meg lehetne sorolni. De hogy valahogy úgy van, hogy a művész ebben az egész rendszerben az, aki nélkül nincsen művészet. Az összes többi nélkül tulajdonképpen van, csak nagyon jó, hogy vannak. De hogy valahogy mindig a művész van ennek a hierarchiának a legalján. És ez nem azt jelenti, hogy most csináljunk forradalmat, és a művész legyen a legtetején a hierarchiának. De mégsem azért a legalján. Nem, igazából jó, teljesen jó a legalján lenni, csak hogyha egy szolidáris társadalomban élünk, vagy egy szolidaritás közösségben, és itt most legyen szó a magyar társadalomról, és itt most legyen szó a romákról, vagy a művészekről, hogyha egy nem egy ilyen szeretet hiányos, szorongó, hanem egy empatikus, támogató közegben vagyunk, akkor ezek a hierarchiák, ezek technikai, ezek egyre inkább ilyen technikai dolgok lesznek csak, hogy hogyan működik egy rendszer, és nem pedig egy
nem pedig egy ilyen hatalmi elnyomó struktúraként, amiben az emberek fogaskerékként szoronganak. És mi az alternatíva ezzel szemben, amit látsz? Hát szerintem mindenre ugyanazt az alternatívát tudom mondani, ami egy nagyon idealista elképzelés, hát a naivitást súrolja, vagy hát nem súrolja, hanem talán telibe találja, telibe veri egy az egybe. Viselkedés kultúra. Szerintem mindennek az alapja a kultúra. A politikának is a kultúra kellene, hogy legyen az alapja, és nem fordítva. Nem a kultúrát kéne használni a politikának, hanem... Szóval a kultúra szó egyébként nagyon érdekes, az eredetileg etimológiailag azt jelenti, hogy a latin eredet azt hiszem, hogy megművelni a földet. Tehát egy kétkezi munka. Hát meg, hogy abból a földből mi nő ki, hogy azt hogy műveljük, hogy milyen táptalajt adunk neki, és aztán abból, ami kijön, az a civilizációnk, meg az a politika, meg az a társadalom, amiben élünk, kultúrával kell, hát hogy úgy mondjam, megtermékenyíteni a talajt. És egyébként ebbe beletartozik a szolidaritás, meg az egymás támogatás. És egyébként meg azt hiszem, hogy az együttműködésben egyen jobban hiszek, mint a versenyben. De ez nem nehéz mondjuk egy, tehát így a globális kapitalizmusban, neoliberalizmus, a neoliberális próbáltam visszafog, próbáltam visszafogni magamat, de kiugrasztottad a nyuszit a bokorból, vagy hogy kell ezt mondani. Nem kell visszafognod magad. Nem azért csak, hogyha én most belekezdek a kapitalista kritika dumámba, akkor elveszünk egy nem tudom én, egy vége láthatatlan erdőbe. De fél maga az, hogy ugye bármilyen szektorban mész el, minden piaci alapon működik, és minden verseny alapon működik, és hát így a művészetnél is ez így megvan, meg művészek között is megvan. Hogyan lehet azt elérni, hogy te egyszerre legyél szabad művész, egyszerre tudjál egyenlőség alapon gondolkodni, és részben, vagy meg is, vagy teljesen meg is tudj belőle élni. Hát mit tudom én? Hát ezt próbálom. De te mégis elérted ezt valami. Ezt próbálom. Ez az a kötéltánc, amit járunk. Hát nem tudjuk. Közbe találjuk ki, hogy mit kéne csinálni, meg hogy kéne csinálni. Azért itt változik nap. Nem lehet előre kitalálni, hogy a következő 5 évben, vagy 10 évben milyen legyen az életünk. Ezt lehetetlen. Egyébként sincsenek ilyen művész életpálya modellek, hogy most akkor hogy néz ki egy művésznek a sorsa. Hát persze, vannak, akik elevickélnek, vannak, akik semennyire sem jutnak, vannak, akik nem tudom, fiatalkorukra sztár művészek lesznek. Én azt tudom megmondani, hogy az egy ember mit csináljon saját magával. Arra van ajánlatom, hogy mindenki mit csináljon saját magával, de tényleg, hogy nagyon apró, meg egyszerű dolgokat tudok mondani. Körül kell nézni a kortárs magyar művészeti közegben, korosztályon beli fiatal művész, 20-30-as éveikben lévő 40-esek is, persze, de most tényleg így nagyon fiatalokról beszélek, akik néhány éve vannak a pályán, vagy most léptek a pályára. Elképesztő húzása van szerintem a mostani művészeti életnek. Nagyon-nagyon sok ember csinál nagyon-nagyon izgalmas dolgokat, és alapvetően nekem van egy ilyen élményem, aztán ez nagyon szubjektív, de ki tudja, hogy mások hogyan élik ezt meg, hogy nagyon-nagyon mérgező a magyar művészeti közeg, meg kulturális közeg, de
Szóval, hogy nem létezik Magyarországon kritikai írás műfaja, elvétve néhány éve látunk kritikákat, nagyon kicsi a közeg, mindenki ismeri egymást nagyjából, de a fikázódás, de az igen, tróger mocskolódás az baromira megy. Az bárhova fordul az ember, akkor azt úgy hallja, és amit egyébként én soha nem értettem, hogy a sikert, vagy a jómódot, vagy a pénzt, azt, vagy a bevételeket, vagy akármit, vagy a díjakat, vagy bármi mást, azt miért kell mondjuk sajnálni olyan művésztől, akinek nekem nem tetszik a munkája. Szóval nyugodtan lehet mondani, hogy ez a művész, ez egy nagyon rossz festő, de nem mondanám mellé azt, hogy nagyon nem tetszenek, ami nem mondanám azt mellé, hogy de hát ne legyen sikeres. És van bennünk valami olyan gondolkodás, azt hiszem, hogy hát a te sikered, meg a te jó módod, és az én sikertelenségem, és az én rossz módom, az egy együttállás. Szóval úgy kívánok magamnak sikereket, hogy szóval miért te kapod, és miért nem én, vagy miért te kapod, és miért nem a másik? De ezt nem ez a versenyhelyzet az, ami igen, kialakítja? Igen, szóval én igen, lehet azt mondani, hogy de jó lenne, hogyha többet kapnék én, vagy de jó lenne, hogyha többet kapnál te, de nem kell a mondatnak a második felét nem értem, hogy de hát az XY, akinek meg sikerei vannak, az miért olyan sikeres ő? Nagyon sok ilyennel lehet találkozni, hogy szóval el lehet mondani, sőt, az lenne a legjobb, hogyha így összeszednék magukat az emberek, és akkor azt mondanák, hogy akkor írok egy kritikát róla, és publikálom, hogy az XY festő, akinek most képzőművész, bárki, zenész, nem tudom, akinek most nagyon nagy sikerei vannak, arról leírom, hogy mit gondolok a művészetéről, de nem tenném hozzá soha, hogy hát ő neki ne legyenek sikerei, vagy ne legyenek, nem tudom én, bevételek. Hát meg a kettőben nincs is összefüggés, tehát hogy attól, hogy valami sikeres, attól még lehet szar, attól még, hogy valami jó, attól még lehet baromira nem sikeres. És valahogy azt hiszem, hogy ez a... Én ezt érzékelem, hogy ez a mentalitás nagyon benne van a társadalomban, és nem a művészeti közegben, hanem úgy általában. Hogy az én szerencsétlenségem az a másiknak a jó szerencséje miatt van. Vagy hát úgy föl kéne cserélni. Tehát, hogyha ő nem lenne sikeres, akkor én sikeres lennék. Hát vagy legalábbis könnyebb elviselni a saját sikertelenségemet úgy, hogy neked sem megy jól. Aha. És ez nehezebb, megzirítség. És hogy igen, és hogy nehezebb úgy elviselni, hogy neked nagyon jól megy, nekem meg nagyon szarul, hogy közben azt érzem, hogy milyen szarok, amiket csinálsz. És valahogy azt hiszem, hogy ez a gondolkodás, ez nagyon gátolja azt, hogy egyébként előrébb jussunk. Tehát kell, akkor jön egy jó művész közeg, ami egymást tudja támogatni. Erre gondolsz? Hát egyébként ez meg lenne, mert vannak klikek, meg baráti társaságok, és én is nagyon sok emberrel vagyok nagyon-nagyon-nagyon jóba. Nyilván van mondjuk egy közeg, ami kb. Így a választott második családomnak tartok, nem kb., hanem konkrétan, akik így a rokonaim lettek, ez a Független Színház Magyarország, a Balogh Rodrigójék, azért mi ott egy ilyen alomba ott vagyunk, és ezek nem festők, hanem színházi színészek. Emberek leginkább, valahogy ez így alakult. Hát vannak ezek a közösségek, ezt nem tudom, tényleg egyébként ilyen szóval ezt ne csak a barátaink, hanem így lehet ezt gyakorolni, ezt az empátiát a fele barátaink felé is, azt hiszem. És ezt most nem úgy mondom, mint egy prédikátor, hanem ez a saját terápiám. Ez az én saját terápiám, hogy amikor én ezeket átgondolom, vagy megtanulom belülről, akkor azért van, mert én keresztül megyek ezeken a
ezeken a lelki folyamatokon. Az utóbbi években nyilván az embernek el kell viselnie például a kudarcot. Ami kifele látszik, az általában a siker. És én itt vagyok mondjuk egy ilyen közepesen sikeres képzőművészként. Azért a pályán vagyok, azért keresnek, azért kiállítanak. Vannak nálam nagyon-nagyon sokkal sikeresebbek is. És egyébként még izgalmas dolgokat is csinálnak ráadásul. De hát kifele a siker látszik. A kudarc meg az, hogy hányszor próbálod meg, mire valamit kiállítasz, hányszor mész neki. Nekem nagyon gyakran fordul velem elő az, hogy másodjára vagy harmadjára sikerül valami, mire az prezentálható állapotba lesz. Nagyon-nagyon-nagyon sokat kell ahhoz dolgozni, hogy gondolkodni, meg mindenfélét csinálni, hogy valami jól nézzen ki. És ott vannak a kudarc élmények, amikor nem sikerül valahova bekerülni, beírok egy pályázatot, vagy jelentkezek egy, nem tudom én, egy ilyen művészeti díjra, ami egy nagyon ilyen versenyszellem, és volt egy-két olyan helyzet így az életemben, ami nagyon mélyen ütött, hogy nem sikerült. Aztán így meg kell tanulni ezt valahogy elviselnie az embernek, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen, tényleg ez a saját ilyen terápiám, azt hiszem, szóval nagyon szubjektív ez a dolog, nem tudom, hogy mások is ennyire hasonlóan élik ezt meg, nem tudom, hogy mennyire általános az, amit én most mondok, de szerintem van élményük ezekről az embereknek, hogy ezekről a működésekről. És amúgy roma közösség, tehát az itteni roma közösség, amit te hogyan fogadta a te eredményeidet, meg a te sikereidet? Pláne, hogy te 6 évet foglalkoztál ugye Józsefvárossal. Én mindig elismerő, meg támogató szavakat kaptam a közösségünktől. Tehát azzal a fajta mentalitással, mint amit az előbb vázoltál, ezzel kevésbé találkoztál mondjuk. Nem, de persze, de mi most szerintem annyit el lehet mondani, hogy a roma közösségek sem, még ennyiben sem vagyunk másak, mi romák, mint a nem romák. Mint a nem romák, hogy azért van ilyen élményem, hogy egymás háta mögött azért így szidjuk egymást rendesen, ahogy kell. De hát lehet csodálkozni. Azért itt már csak ennek a podcastnak az elmúlt adásaiban milyen emberek jártak itt, a Horváth Aladár, Dalóczi Ágnes, és tényleg lehetne felsorolni az elmúlt évtizedekből, hogy mennyi ember mennyi mindent tett azért, hogy a roma közélet, vagy a romák emancipációja az egyel előrébb jusson, és hát nagyon sokan érzik magukat szerintem, főleg az idősebb generációból hát nem is tudom, szóval ráment az életük munkája, és azt hiszem, hogy ahol most tartunk társadalmilag, az egy, tehát még mindig bajba vagyunk. Még mindig bajba vagyunk. És persze is mondják, hogy kiégnek ezek az emberek, de valójában még mindig csinálja mindegyik a dolgát. De senki nem állt le. Igen, és ez egy csodálatos dolog. De hát ezek a mechanizmusok sajnos mindenhol működnek, és mondjuk az én helyzetem az úgy néz ki, hogy én mondjuk ebbe az egész ilyen roma közéletbe, vagy ebbe a diskurzusba
Én pont fordítva lettem benne, hogy előbb váltam képzőművésszé, és a roma közegen kívül igyekeztem megszerezni azt a vagy igyekszem megszerezni azt a beágyazottságot a művészeti közegbe, ami afelé visz, hogy egy folyamatosan praktizáló művész tudjak lenni. És akkor innen jöttem kívülről bele ezekkel a dolgokkal, hogy Off Biennale, meg azért persze az a Roma Versitas, meg dolgoztam együtt a Roma Sajtóközponttal, meg ilyen ősrégi tagja voltam a Roma Képműhelynek, szóval azért mindig érdekeltek ezek a témák engem, de valójában nem a téma miatt, nem azért, mert nem tudom, felgyűlt bennem valami visszafoghatatlan vágy, hogy én egy, nem tudom, egy ilyen roma szószóló legyek, és nincs is ilyen bennem. Nincs is ilyen bennem, hanem azok a közösségek, akikkel ezeken a helyeken együtt lehetett dolgozni, a Roma Képműhely, vagy a Független Színház is ilyen, azok érdekeltek engem, és ezek a közösségek, ezek nagyon-nagyon-nagyon sokat segítettek nekem abban, hogy én saját magamat el tudjam rakni arra a megfelelő helyre, ahol én szeretnék lenni. Szóval, hogy eljussak eddig a nagyon egyszerű gondolatig, hogy mindenki annyira legyen roma, meg olyan művész, meg olyan akármi legyen, amilyen számára kényelmes. Ezek a szeretett közösségek, ami két dologról szólt. Egy szeretett közösség, meg egy közös munka. Valami produkció van, valamit csinálunk. Van valami eredménye annak, hogy mi együtt töltjük az időt. Te most ugye egy korszakváltáson keresztül mész át a művészetedbe, aminek az ilyen nulladik pontja, vagy első pontja, az egy Máltára kiköltözés volt. Ugye ezt említettük is, hogy szerettük volna már Norbit előbb meghívni, nem tudtuk, Máltán, Máltán tartózkodott. Miért Málta? Miért pont Málta? Hát ott lakik a Daróczi Gábor, aki a Roma Versitasnak volt az igazgatója, Igen. akkor, amikor én voltam Roma Versitasos. És pár évvel ezelőtt, 4-5 éve most már, hogy elmentem Máltára nyaralni, és akkor pont az ő lakásukban laktunk, és nagyon megtetszett a hely. Szóval miért tetszik Málta? Azért, mert a világ legunalmasabb helye. De komolyan, dögunalom az egész. Igen, ezért érdeklődtem, mert általában azt hallom, hogy művészek Berlinbe, meg Londonba mennek, meg Párizsba mennek inspirációt nyerni, nem egy picike sziget országba. Málta. Elérkezett az a pont, amikor a 8. kerülettel foglalkoztam, hogy az utolsó 2-3 képet már ilyen szenvedéssel festettem meg. Szóval bármilyen furán hangzik, azelőtt izgalmas volt, hogy mondjuk egy 2 méterszer másfél méteres festményen megfesteni egyesével 16 000 téglát. Tégla, 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 tégla. És ez mondjuk naponta ilyen tizenakárhány órás műszakokból. Ez egy nagyon, nagyon elmélyült időszak volt, és aztán úgy éreztem, hogy most már szeretnék mást is csinálni, meg más dolgokkal foglalkozni, akár ennek teljesen az ellenkezőjét is. És hát aztán persze, ahogy az szokott lenni, az alkotói válság az együtt jár. Szerelmi válsággal is, vagy ilyen magánéleti válsággal is, gyakran anyagi válsággal is, és hát volt egy olyan lelki állapotban voltam, hogy nagyon kényelmetlenül éreztem magam a saját bőrömben,
meg a környezetembe, és akkor a tesómmal, a Stefivel gondoltunk egyet, az egyik legjobb barátom, és mondtam neki, hogy te figyelj, lépjünk le valahova. Nem tudom, Colorado Fesztiválon voltunk éppen már jó berúgva, és akkor pont eladtam nagyon sok képet, meg ilyen nagyobb műveket vettek, lett egy kis lóvé, és menjünk el valahova, menjünk Máltára. És akkor elmentünk Máltára, azzal a szándékkal, hogy majd itt leszünk valameddig. Nem, tényleg nem találtuk ki, hogy most itt 3 hónapig leszünk, fél évig, vagy vettetek egy egy évig. Együttes repülőjegyet. Ja, igen. És hát ennek egyébként a 3000 számozott darab vetett véget, mert már egyébként is már untam magam nagyon, meg elfogyott a lóvém, és akkor két magyar haverral ilyen maintenance munkákat csináltunk ilyen lakásokba. És igen, ilyenkor amikor többször előfordult már az életembe, hogy ahogy korábban beszélgetünk, hogy ez a kicsit ezt megunom, ezt a középosztálybeli létet, és akkor egy picikét így visszaváltani munkás gyerekbe. Jó érzés, hogy nem elfelejteni ezt a dolgot. És akkor mindig azt képzelem, hogy persze, hát én egy ilyen melós gyerek vagyok, és ezt is ugyanolyan lelkesedéssel tudom csinálni. De aztán eltelik 3-4 hét, és nem, hát én ki vagyok készülve a koránkeléstől. Az, hogy hogy oda kell menni időre, és ott kell lenni időig, és aztán haza kell jönni, és baromi fáradt vagy. És igen, ez nem olyan, mint hogy akkor alkotsz, amikor éppen inspirálódva vagy el, igen, éve, igen, hanem igen, igen, fel igen. Kell kelni, Szóval... menni kell, nyomni kell. Szóval ez az én ilyen nagy pofám. Ez az én ilyen nagy pofám, mert amúgy tényleg az van, hogy a kezemre áll a szerszám, és jól dolgozok, csak én ezt nem tudnám csinálni egy életen keresztül. De aztán vannak néha pár évent előfordul olyan élethelyzet, hogy egy kicsikét úgy csinálom, és annak örülök. Aha. Örülök, mert valamit... Szóval van nekem egy ilyen, a munkáskéznek egy ilyen tisztelete bennem, és akkor ott is ez volt, hogy akkor utána egy kicsikét így melózgattunk jobbra-balra, és pont a 3000 számozott darab vetett véget ennek, hogy haza kellett jönni. És milyen érdekes, hogy azt nem akartam, de jött magától, ez így alakult, hogy aztán most ebből egy egész ilyen irány lett az én praxisomban, hogy ez a téglás szavas konceptuális vonal, és akkor még emellett kitaláltam más dolgokat is, hogy mivel szeretnék foglalkozni, meg azért ott voltam ezen a baromi unalmas helyen. Szóval, hogyha valaki mondjuk, rengeteget írtam, ha valaki mondjuk írni akar, akkor érdemes unalmas helyre menni. Milyen hatással volt rád egyébként ez az ország így egy év alatt vagy? És nem csak személy szerint, mint emberre gondolok, hanem akár maga a művészetedre is milyen hatással volt? Hát ez egyébként inkább volt egy belső utazás. Szóval, hogy nagyon-nagyon leredukálódott a környezetem. Nagyon kevés emberrel tartottam a kapcsolatot. Szóval volt pár ember ott, akivel foglalkoztam. Itthon egy nagyon-nagyon kiterjedt kapcsolati háló van. Kimész a városba, nem tudom én, a 8. vagy 7. kerület valamelyik kocsmája felé, hogyha veszed az irányt, akkor a nagy eséllyel összefutsz ismerősökkel, és állandóan kiállítás megnyitók, és állandóan bulik, és állandóan az éjszaka, és állandóan a... Hogy szokták ezt szépen mondani udvariasan, hogy bohém művész élet, ami ilyenkor így... Megvan az a szemünk előtt, hogy mi történik ilyenkor. Hát ezt nem szokták ragozni. Igen, nem igen, szokták igen, ragozni. Igen. De egy kicsit kiégtel, nem? És akkor kellett valami hely, ahol igen, és akkor ott, sőt, egy pár hónapig az volt, hogy nem tudom, nem is ittam például alkoholt, meg nem mentem el bulizni, meg nem volt ilyen, hanem, hanem,
hanem nem tudom, testedzés és meditáció, és nagyon sokat írtam, és nem tudom, küzdöttem a pánikbetegségemmel, és ez nagyon-nagyon jó volt, mert letisztult bennem ez a sok ilyen sok szóval a legnagyobb félelmem az, hogy valaha életemben keserű leszek. Hogy ilyen megkeseredett vén ember. Az borzalmas látvány, ezek az ilyen 50-es, 60-as figurák, akiknek nem tudom, valami bajuk van a világgal, vagy nem úgy sikerült, vagy ő miattuk, vagy rajtuk kívülálló dolgok miatt, és nagyon sokan vannak, akik így megvannak borulva, és akkor lehet szidni mindent, a szomszédot, a kollégát, a családot, a rendszert, a nem tudom én micsoda. Én szidom a rendszert, de nem azért, mert meg vagyok keseredve, hanem azért, mert elégedetlen vagyok. De hogy ez egy nagyon-nagyon nagy félelmem, és meg kell tanítania az embernek saját magát, hogy ezekből az ilyen csomó-csomó ilyen keserűséget, amit kap az ember, kudarcok a szakmában, vagy kudarcok a, nem tudom én, a magánéletben, vagy csomó-csomó dolgot lehetne sorolni, hogy azt annyira nem, hogy abból úgy kimozogni, vagy nem komolyan venni, és egyre fontosabb dolognak tartom ezt, hogy ezekről a triviális dolgokról beszéljünk, meg egyáltalán az érzelmeinkről beszéljünk, mert fura módon ez nem a magánügyünk. Most nem a magánéletemről, meg nem a magánügyeimről beszélek, hanem példát hozok arra, hogy egyébként szerintem nagyon-nagyon sok ember miben van, és hogyha az a kérdés, hogy hogyan tudunk lassan-lassan egy jobb társadalmat, vagy jobb közösséget építeni, akkor most vergődhetünk, hogy jövő héten jó lenne leváltani az Orbán Viktort, meg ne legyen NER. Én nagyon örülnék neki, de valószínűleg ezt most így nem tudjuk megcsinálni. Viszont saját magunkkal, meg a szemléletmódunkkal, meg csomó mindent tudunk csinálni. És egyébként ezek oda vezető, ez egy oda vezető út, hogy aztán az ember tud az sikeresebb művész, meg bármi lenni. Talán. Viszont itt mellettem volt még egy változás a művészetedben. Ugye, amíg Józsefvárossal foglalkoztál, ott nem jelentek meg emberek, karakterek a festményeiden. Ennek megvolt a maga oka, hogy miért. De a lényeg az, hogy kimentél Máterra, elkezdtél újra alkotni, és elkezdtél portrékat festeni. És a jövőre nézve is egyre jobban érdekelt téged a portréfestés. Mi hozta el ezt a változást, hogy újra elkezdtél portrékkal foglalkozni? Hát azok az emberek érdekelnek, akikről aztán portré születik. Ez úgy kezdődött, hogy festettem egy páros portrét egy idős máltai házas párról, Mr. Spitériék. Spitéri, ez egy tipikus ilyen máltai név. Nem tudom, itthon a Kovács vagy a Szabó. Aha. Egy nagyon-nagyon aranyos, jófej idős házaspár. Tőlük béreltük a lakást, ahol laktunk, a szomszédban laktak. Készítettem róluk fotókat, és egyik fotó annyira megtetszett, hogy aztán csináltam belőle egy festményt. És aztán utána festettem három portrét, három olyan emberről, akiktől nagyon sok támogatást kaptam az elmúlt években, és sokat segítettek ezek a támogatások abban, hogy én,
hogy én jó anyagokkal vagy jó körülmények között tudjak dolgozni. Aztán ebből lett egy olyan tervem így a jövőre vonatkozólag, hogy szeretném a környezetemet megfesteni, a barátaimat, a művésztársaimat, a zenészeket, akkor nem tudom, a Független Színháznak a közösségét. Szóval nincsenek ezzel ilyen nagyon nagyra törő terveim, vagy ilyen, szóval nem egy óriási ötlet, vagy nem úgy született ez bennem, hogy ez most egy ilyen nagyon nagy művészeti teljesítmény legyen, hanem... Persze nem találtad fel a spanyol viaszt, csak 6 évig te ezt nem csináltad. Igen, de ez nem az volt az oka, hogy én nem akartam embereket festeni, hanem a 8. kerület, mint városrész, meg az a környezet valahogy azt kívánt, hogy teljesen lecsendesítsem a festménynek a terét, a festménynek ezt a virtuális terét, és a, amellett, hogy nem voltak emberek, egy csomó más döntés volt benne, szóval nem volt égbolt megfestve, nem voltak ilyen erős fényárnyék viszonyok, nem az volt a lényeg, hogy délután, vagy délelőtt van, vagy december, vagy január, vagy este, vagy reggel, vagy hogy milyenek az időjárási viszonyok, nem voltak autók, hirdetőtáblák, feliratok, graffitik, nem tudom én, ezeket mind lehagytam róla, hogy ott az a tér érvényesüljön, és akkor ebből következett az, hogy nem raktam bele embereket, de például korábban a diplomunkám az pont egy 3 darabból álló önarckép sorozat volt, hát ilyen teljes alakos, ilyen ülőportrék, ezek is, és ott is a művész szereppel foglalkoztam abban a sorozatban is, hogy a valódi meg a lírai én között, meg a festményen szereplő valaki között így milyen kapcsolatok lehetnek. Szóval, hogy technikai értelemben volt már arra nem egy példa, hogy ember alakot festettem. Majd ezzel a jövőben, hát a közeljövőben szeretnék tovább foglalkozni. Kicsit kitolódik ez. Most őszre terveztem már, hogy ezzel intenzívebben foglalkozok, de szerintem kicsit kitolódik, mert most ez a... Van egyrészt ez a... téglás vonal, amit kidolgozok akár további kiállításokra, meg van egy absztrakt festészeti vonal még, ami szintén elkezdett érdekelni, és az is Máltán kezdődött. Igen, az hogy Ibron Haló? Igen. Így kell mondani? Igen, és ezt még itt sehol nem publikáltam ezeket a dolgokat. Még majd most lesz az első alkalom, hogy ezek dedikáltan meg fognak jelenni. És ez mi egyébként? Hát először is az történt, hogy megirigyeltem az absztrakt festő kollégáimat. Miért? Meg irigylettem rájuk. Irigylettem, mert olyan jó képeket festenek, és utánozni akartam őket, mert a festészetben a leginkább az a maga az élmény, hogy milyen festeni. Képzeld el azt, hogy 6 évig úgy festesz, hogy előbb is mondtam, tégla, 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 néha fugázol, aztán tégla, tégla. Kicsit kiégetően hangzik. Szóval hogy eljött az a pont, amikor azt éreztem, hogy na most nagyon más szeretnék csinálni, és mondjuk az ilyen geometrikus color field abstrakt, hogy nem csinálsz más, csak nagy színfelületeket festesz, hát ennek egy tökéletesen ellenkező vonala, és közben ment, szóval nagyon sok ilyen apró, ilyen háttérelem, hogy miért alakult így, hogy aztán én egy másik művésznevet választok ehhez a festészeti vonalhoz.
az Ibron haló nevet, ami hát az egyik irány az az, hogy ott kint Máltán van a hugom, a Steffi, akkor az ő pasija Giovanni, egy szicíliai fiú, akkor ott a Dávid, meg a Dorina, a kinti barátaim. Hát így, ahogy így poénkodtunk, elkezdtek Ibronnak hívni, ilyenszor, mert az a Norbinak a megfordítása. Igen. Az Ibron haló az a Olá Norbi visszafele. Hú, de jó, hogy ezt elmondod, mert amúgy amikor zeneújságírással foglalkoztam, akkor ott egy dolgot fogadtam meg, hogy soha senkitől nem kérdezem meg, hogy honnan a név. Soha. és itt elég érdekelt egyébként, hogy mi a szitu, de itt se akartam megkérdezni, de elmondtad, úgyhogy. Igen, és akkor innen, és akkor még ez az Ibron egy kicsit ilyen bibliai, mint hogyha azt mondod, Ibrahim, vagy meg szóval csomó mindent így bele lehet fantáziálni, és akkor elkezdett érdekelni ez a gesztus, hogy egyébként az egyetem alatt festettem absztrakt képeket, de hogy úgy, hogy én közben csinálom a figurális, meg konceptuális dolgaimat, úgy közben én még vagyok egy ilyen absztrakt, vagy ilyen nonfiguratív, geometrikus, nem tudom én, festő. Persze aztán tökre nagy hatással volt rám a Scully kiállítás a galériában. Aztán nem tudom, hát nagyon nagy kedvenceim az ilyen Rothko, meg ilyenek. Festettem egy sorozatot Máltán így a tengerről, ilyen sávokból áll, és hát az ilyen elég ilyen Rothkósra sikerült. És akkor ezek mind így összeálltak, és érdekelt az a gesztus, hogy hát az irodalomban egyébként ez egy megszokott dolog, hogy nevet váltanak, vagy van, amikor konkrétan álnéven publikálnak szerzők, de hát én nem álnéven akarok, hanem tulajdonképpen kitaláltam egy ilyen fiktív identitást, hogy van az Olá Norbi, és akkor van mellette egy az Ibron Alló, aki meg egy geometrikus, absztrakt festő, és ez semmi más, ez egy szórakozás. Te ez egy szórakozás, ez nincs olyan, hogy az Olá Norbiság az valami tök máshol szól, mint az ilyen absztrakt dolgok, hanem ez csak szórakozás. Hát most, hogyha itt tényleg így le akarjuk ilyen nagyon ilyen köznapira hozni, akkor akár lehetne úgy is mondani, hogy így másképp brendeled ezt a vonalat, de nem tudom, ott van például a Szent Jóbi Tamás, aki különböző korszakaiban másképp jegyzi a műveit, szóval nem mindegy, hogy milyen... Aláírás. Milyen az aláírás, és nem tudom, DJ-knél vagy zenészeknél teljesen hétköznapi az, hogy az egyik formációba vagy az egyik stílusba ilyen néven ad elő a másik formációban, vagy a másik zenei stílusban meg egy másik néven ad elő. Nem tudom, magyar példában is van olyan, hogy valaki egy popzenész valamilyen néven, de podcaster egy másik néven. Igen. És egyébként is ez a... Szóval olyan szinten meg a nagy képbe beletartozik, hogy azért ezek a téglás dolgok, ezek az identitással foglalkoznak. A 8. kerületes munkák is... Ott pedig egy nagyon erős lokálpatrióta identitás volt az alapja, a 8 kerületiség, az, hogy én milyen módon kötődök a 8. kerülethez. Szóval ez is egy ilyen nagy képbe beleilleszthető, hogy akkor talán lehetne azt mondani, hogy az egyik nagy téma, amivel én foglalkozok, az az identitás, és akkor az egyik ilyen játék ebben, hogy kitalálok egy ilyen fiktív festőművészt, és majd hát eddig még nagyon nem voltak publikálva ezek a munkák, nem nagyon töltögettem még fel sehova. Tavaly inkognitóban zárt már kiten
állítottam ki, ezekből a munkákból vásároltak is belőle, ami tök jó, mert nem nevet, hanem akkor képet vásárolt az illető, valóban. De most ez decemberben lesz kiállítva, mert ez az Ibről Halló projekt, ez most bejutott az Eszterházy Ártavárnak a shortlistjébe, és szintén a Ludwig Múzeumban lesz egy kiállítás, ahol szerepelni fognak ezek a munkák. Van bennem egy erős bizonytalanság, nem tudom, hogy ez most hogyan fog hatni, vagy érdekes lesz-e ez a hülyeség, hogy én másik nevet adtam ehhez a dologhoz. Félsz mert... az ismeretlentől, mi? Nem, mert nagyon sokan lehülyéztek mi. Volt, vagy nem sokan, de néhány ember mondta, és akkor hát ez baromság, minek ez, meg nem tudom. De úgy, hogy látták azt, amit csináltál? Ja, hát vagy látták, vagy nem látták, de... De hogy ja, volt ilyen élményem, és akkor így vakartam a fejem, hogy hát na, hát ez ennyi szórakozás azért csak belefér, hogy én nem tudom, így nem. És akkor, ja, még valami ilyen kis versikét is írtam. Ez egy ilyen kis bemutatkozó szöveg van hozzá ez a... Ezt gondolom azért kiállításon el fog hangzani. Vagy hát nem, majd oda lesz rakva. Hát kösz szépen, hogy eljöttél, Norbi. Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Örülök, hogy itt lehettem. Köszönjük, hogy végighallgattad új adásunkat. Ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornánkra. Rövid videókért kövessétek a Roma Verzitas TikTok csatornáját, illetve kövessetek be minket Facebookon és Instagramon is, ahol az alapítvány mindennapjairól értesülhettek. Sziasztok!